Március 15-e a nemzeti összetartozásunkat leginkább kifejező ünnep, így fogalmazott Appelszofer Ágnes Tolna polgármester az 1848-49-es szabadságharc apropóján rendezett városi megemlékezésen. Tolna polgármestere arról beszélt, a szabadságharc elképzelhetetlen lett volna azok nélkül az ifjak nélkül, akik elsőként mertek kiállni az elnyomás ellen. Magyarország jövője Appelszofer Ágnes szavai szerint ezért most is a fiatalok kezében van. Ne hagyjátok elveszni a magyar nemzetet! Ismerjétek meg és őrizzétek 1848 szellemét, a sorsunk, a magyar nemzet sorsa a ti kezetetekben van. Maradjatok meg másokkal szemben toleráns demokratának, nyitott szelleműségű európainak és becsületes magyar embernek. Tolna polgármestere arról is szólt, hogy a nemzeti szuverenitás kiharcolása nem csak a márciusi ifjakra háruló feladat volt, hanem a mai Magyarországon élőknek is ezért kell küzdeniük. Hűen a magyarság gondolatához, a 21. század valóságában, egy stratégiai együttműködési rendszerben sem szabad feladni a nemzeti szuverenitás és önrendelkezés jogát. Tolnán a Szent István Parkban megtartott városi megemlékezés koszorúzással ért véget. Ezek a felvételek már a helyi lovardában készültek, ahol a helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjai Arany János Szondi két apródjának átdolgozott változatát állították színpadra. A színpadi darab után a városban egész délelőtt a szabadságharchoz kapcsolódó rendezvények váltották egymást.